Figyelem, figyelem, értesítjük a község lakosságát, hogy a noszvai Figedi János általános iskolából megszöktek az oktatás megszállott rabjai. Különös ismertetőjelük az egységes megjelenés, a hasonló gondolkodás és a gyermekkorú lakosok óvása, védelmezése, fokozott figyelemmel kísérése. Kérjük Önöket, aki látja a csoportosan közlekedő, egy irányba tekintgető, folytonosan gondolkodó lényeket, értesítse az iskola rendőrét. Köszönjük! Megsértett a büntetőtörvénykönyv 2019. paragrafusa 219. bekezdésének második során. Engedélyezte a tanár rabosítását, és még nem robbantotta fel az iskolát. Huszárné Ruda Ágnes Cseppike diákait félrevezette és megtévesztette, túl sok pontot ragadt az O és az U betűre, így mindig kizörik a ceruzák. Vádolom tettes társát, Lóska Kovács Beátát, mert a tízesek átlépésére buzdítja minden kicsi nebulóját. Gál Krisztina raposításának fő oka, a szorzótáblák mondja, s csak ráhallgat az osztály. Sas Attila a kézilabdát a kicsikkel úgy gyakoroltatja, hogy papírrepülőket dobáltat a gyerekmár. Mátyus Ágnes és Gasparovics Éva a gyerekeket túl sok jóra tanítja, szőnek, fonnak, varnak, énekelnek, táncolnak, egyszer még azt látjuk, hogy mindenre rázunk. Décsei László hosszú hónapok óta nem énekelt nekünk, s nem zenélt, már a Csók király is csak emlék. Tomás Dániel forgatókönyveinek írása az iskola papírkészletét már teljesen lett. Majnár Zsuzsanna kis laptopját ide-oda hurcolja, a kompetencia mérést mindig jóra íratja. Ivári Tamásné főbűne, hogy túl motiválja diákjait, így a matematika versenyeket rendre megnyeri. Pataki István Lajstroma a diákokat folyton hosszú túrákra csábítja, nem számít neki se nappal, se éjszaka. Tesi órákat a diákok fárasztására használja, osztályát a továbbtanulásra biztatja. Mikó Veszte, ballagás előtt helyeztük zárkába, vallomása szerint belegabajolott a dekorációjában. Rémász Tamara, folyton az idegen szavakat súlykolja, diák rémár angolul beszélnek álmot. Dózsa Ilona egyetlen kis hibája, énekkorát a közönségnek háttal állva dirigálja. Husztílon a reggeltől estig a köröket rója, zongorista diákokért az iskolát bejárja. Uzelma Mariannának oly fontos az
zongorák biztosága, hogy Eger városának összes fekete anyagát felvásárolta.